Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Magyarországon a háztartások 3/4 gázzal fűt. A változások körülbelül 7 millió embert és több százezer céget érintenek. Ha nem csak kazánt kell cserélni, hanem a gázvezetéket is át kell alakítani, akkor szükség van a tervező mérnökök bevonására. A mérnöki kamara határozott álláspontja, és ez a lakosság, az építetők érdeke is, hogy minden esetben vonjanak be tervezőt, hiszen ő az, aki megfelelő felkészültséggel rendelkezik, és ő az, aki tud segíteni, és az építető érdekében tud dolgozni. Valójában a tervezőnek, az építető képviselőjének és az építető emberének kell, hogy legyen. A kivitelezés után a tervezőmérnök az, aki ellenőrzi és igazolja, hogy a terveknek megfelelő lett-e a munka. Stábunk megnézhette, hogyan is néz ki pontosan egy gázterv. Ami hosszadalmas volt, ennek az engedélyeztetése. Tehát amikor ez elkészül egy ilyen terv, a szolgáltatóhoz a tervező benyújtotta, és akkor elindult egy viszonylag hosszadalmas procedúra, amit ugyan most sikerült valamilyen szinten csökkenteni, de még mindig egy akadálya és nehézségi, igen, ez egy nehézségi pontja ennek a folyamatnak. Most ez egyszerűsödött valamilyen szinten. Egy ilyen terv elkészítése akár hónapokba is telhet. Épp ezért a mérnököknek tervezőjogosultságra van szükségük, ezen felül pedig minden évben kötelező továbbképzésekre is el kell járniuk. Együtt néztük végig ezt a kis összefoglalót Bartal Tamás helyettes államtitkárral, akinek jó estét kívánok. Jó estét itt kívánok. A tudakozóban. Ugye pont arról beszéltünk még a bejátszó alatt, hogy ez tulajdonképpen az első lépés, mármint a terv, de nem feltétlen szükségeltetik mindig terv ahhoz, hogy egy kicsit tudjunk spórolni, mert hogy ugye ilyenkor mondjuk egy jó pár év után már érdemes elgondolkodni azon, hogy bizony, vagy a cirkókészüléket, vagy adott esetben, hogyha olyan állapotban vannak, a gázvezetéket is ki kell cserélni, na és akkor itt jön segítség. A könnyű közmű program, amiben ezt megtehetjük úgy, hogy tulajdonképpen mennyi? 2 millió forint marad a zsebünkben pluszban nagyjából? A könnyű közmű program az egy elég összetett program, és valóban, ahogy ön említette, ha egy családot nézünk, egy átlagos lakást nézünk, vagy egy céget nézünk, egy átlagos üzlethelységgel fodrászat pékség, körülbelül 2 millió forint tud a családok zsebébe maradni, illetve a cégek körülbelül 3 millió forintot is meg tudnak akár spórolni, hiszen az ő esetükben eltöröltük már a vízi közmű fejlesztési hozzájárulást is. Tehát a könnyű közmű program, mint említettem, összetett program, a legfontosabb része a rezsicsökkentés folytatása, egy célzott rezsicsökkentés, a közműbekötések díjmentessége. Mit kell ilyenkor figyelni, vagy mire érdemes figyelni, hogy előregedett a berendezés, vélhetően a csövek sem ugyanazok már, mint régen voltak, mikor kell jelentkezni erre? Azt tudom elmondani, hogy a könnyű közmű program az egy rendkívül rugalmas program, és nem csak újépítésű ingatlanoknál lehet belépni ebbe a programba és élvezni a díjmentességnek az előnyeit, hanem bármikor felújítás történik, vagy egy bővítés szeretne valaki, a korábbi műszaki paraméterekhez képest egy jobbat szeretne, vagy energiahatékonyabb megoldásokat szeretne, lényegében ebben az esetben is lehet alkalmazni, illetve ha valaki korábban egyszerűen anyagi okokból nem tudta meglépni a közműbekötést, azt most meg tudja tenni. És akkor a másik kérdés, ugye Tomi úgy fogalmazott, hogy jelentkezni. De erre jelentkezni kell, vagy ez automatikusan működik? Tehát ha én elindítom most, mert rájövök, hogy hát itt már valószínűleg érdemes lenne kicserélni a gázvezetéket, vagy adott esetben a cirkót, akkor én ezt automatikusan megkapom, vagy be kell mennem valahova, ki kell töltenem valamilyen papírt, hogy én ehhez hozzájussak? Mind a kettő. Tehát egyrészt automatikus, tehát egy bizonyos fogyasztás méret alatt, tehát egy átlagos lakást, egy átlagos üzlethelyiséget néztünk, tehát ezen átlagos fogyasztás méretig mindenkinek jár, tehát a könnyű közmű program előbb-utóbb mindenkit érinteni fog. A lényegében a területileg illetékes elosztó társaságnál kell ezt kezdeményezni. Ugye az elosztó társaság az, aki lényegében a vezetéket gondozza és felügyeli. Oda be kell menni, egy kérelmet be kell nyújtani, és a kérelem alapján lényegében kötelesek az elosztók ezt elindítani, ezt a folyamatot. Azt el kell mondanom, hogy azért az elmúlt 7-8 hónapban volt ezzel problémánk, tehát ugye az elosztó társaságok, akik nagyrészt külföldi magántulajdonban vannak még most is, ezt a díjmentes
tisztességet nem szerették volna feltétlenül mindenkinek. Én személy szerint is a miniszterelnökséggel rengeteg bejelentést kapok. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy mi minden ügyet kivizsgálunk, ezt mondom most is. Az Energiahivatallal és a Fogyasztóvédelmi Hatósággal is együttműködünk, és minden esetben felhívjuk a figyelmet, ha szükséges, akkor bírsággal is élünk, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a családok, a kis- és középvállalkozások minden egyes kedvezőny meg tudjanak kapni, ami jár nekik, hiszen mi hiszünk abban, hogy akinek vannak jogai, azzal tudjon élni, és éppen ezért, hogyha valaki panasszal él hozzánk, azt ki fogjuk vizsgálni, és érvényt szerzünk a jogainak. És ugye most már ugye szépen lassan, azért óvatosan fogalmazok, de vége a télnek, tehát most jön majd az a lehetőség, hogy a karbantartás meginduljon. Most fognak egyébként kazánokat, csöveket cserélni a közelő hónapokban, hetekben, tehát akkor érdemes elindítani ezt, vagy érdemes utána érdeklődni ennek a programnak. Mindenképpen, ugye azt is elmondhatom, hogy lényegében olyan fontos változások is voltak januártól, februártól, amely az embereknek a mindennapi életét érintette, hiszen volt ez a gáztömörségvizsgálat korábban, ami azt jelentette, hogy jött az elosztó társaság, megmérte ezt az elméleti fogalmat, hogy tömör-e a gáz. Nekem elárulta egyszer egy elosztó társaság képviselő, hogy a gáz sehol nem tömör, tehát ez azt jelentette, hogy jöttek, és fogták a gázcsonknál, a bevezető résznél a vezetéket, és lezárták az egész házban a gázszolgáltatást. Tehát emberek százai, ezrei maradtak télvíz idején, hát most gondoljunk, hogy milyen idő van. Ilyen időben hónapokra melegvízfűtés nélkül maradtak az emberek. Ezt is megváltoztattuk, eltöröltük ezt a buta módszert, és mostantól kizárólag fűtési idényen kívül lehet jönni, vizsgálni ezeket a kérdéseket, és természetesen minden esetben meg kell pontosan határozni, hogy hol van a hiba. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy lezárjuk az egész házat, hanem hogyha csak egy készüléknél van a hiba, akkor ott kell elhárítani. Ez sokkal tudatosabban, és én annak is örülök egyébként, hogy mi is tudatosabbak vagyunk, mert ezek szerint, hogyha érezzük, hogy valahol, tehát mondjuk tudjuk azt, hogy most már pláne ez a 2 millió járna, és nem kapjuk meg, akkor viszont merünk reklamálni. De nem, hogy merünk reklamálni. Jó, hát ez a legfontosabb, hogy kapjuk meg. Szóval tudatosabbak lettünk, köszönjük, hogy beszámolt nekünk erről. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.